Hát, hogy miért pont a legtávolabbi dél-dalmát szigetekre megyünk, itt próbálnék csak egy szó erejéig elindulni. Ugye Magyarországhoz tőlünk legközelebb az Isztria vidéke, illetve a Kvárner-Kvárneru vidéke található, és Szibeniktől beszélhetünk igazából Dalmáciáról, és hát látjuk, hogy Dalmáciának is a legrégebbi, illetve legdélebbi, legtávolabbi vidékeire, amik a néhai Ragúzai köztársasághoz tartoznak, erre a területre indulva. Átsétálunk ide a legtávolabbi szigetek Magyarországtól is, meg egyáltalán a parttól, Dél-Dalmácia szigeteire. Hát az első behajózásunk az Kvár szigetére lesz, a mai Kvár szigetére. Ez egy 45 perces honpolás erre a csodaszép szigetre, aminek a legtávolabbi nyugati részein két egészen különleges UNESCO világörökségi emlék vár minket. Az első az a bizonyos Fároszi, ma úgy mondják, hogy Sztárigrádi UNESCO világörökségi kóra terület. A Krisztus előtti 5. században megérkeznek az ókori görög gyarmatosítók, minden más helyre is a földközi tenger körül, és ha hiszük, ha nem, itt megmaradnak azok a parcellák, pásztorkodásra, földművelésre használt területek, kerítésekkel pontosan kirajzolt, akár helyrajzi számos parcellák, és ez így is marad Krisztus előtti 5. évszázad óta, tehát nem valószínű, hogy van ennél régebbi ókori görög mezőgazdasági művelési terület. A másik pedig Kvár városa, ami itt nem látható, de szintén UNESCO világörökségi védelem alatt áll, mert valaha ez volt a Serenissima, a Velencei köztársaságnak a legfontosabb adriai tengeri haditámaszpontja. Ezért aztán hihetetlen mértékig kiépítették, 300 méteres épített partszakasszal, külön arzenállal, a magasban 2 vagy 3 1500-as években megerősített erőddel. Hát ez a terület, ez mára az adriai modern luxus jachtkirándulásoknak is a központja, tehát egészen különleges terület. Innen kihajózva, ha az ember jóval délebbre megy immár, megérkezik egy legendás szigetre, Melitára, ahogy a görögök mondták, Miet szigete. Hát állítólag valahol itt lakott Kalipszó, ugye Atlasz titánnak a lánya, az a nimfa, aki foglyul ejtette Odüsszeuszt, és ha már ez megtörtént, akkor 7 évig itt próbálta tartani, nem akarta hazengedni a feleségéhez. Hát van egy Odüsszeusz barlang, vannak különböző nimfa strandok, ezek már mind abszolút, hát ha nem is lakatlan, de az egész Dél-Dalmát tenger a legritkábban lakott vidékei. Még hogyha feljövünk erre a területre, a Mieti Nemzeti Parkba, ez pedig nem csak az Adria, hanem az egész földközi tengernek a legzöldebb. Valahogy elfelejtették kívánni itt a erdőket, az ókori görögök is, a rómaiak is, a velenceiek is, a ragúzaiak is, és ezért így aztán öblök, csatornák, gyönyörű erdők, aleppói fenyő vagy tölgyerdők között sétálhat, evezhet az ember igazán meseszép környezetben. Na, itt 2 éjszaka után átérünk majd Pellyesác félszigetre, persze régen ennek sem ez volt az olasz neve, a ragúzai időkben, vagy akár a velencei időkben sem. Itt van ez a bizonyos Stone városa, amiben talán a legérdekesebb az Stagno volt az olasz neve, hogy itt van a Európa második leghosszabb falrendszere. Csodaszép sólepárlók találhatók itt. Ragúzának a bevételeihez, gazdagságához nagyon sokan hozzájárultak ezek a sólepárlók. Ezért aztán a teljes sólepárló területet körbeépítették védőfalakkal. Egészen pontosan 7 kilométernyi védőfallal, 5 darab erőddel, azokban az időkben, még egyszer, amikor ez Stagnónak számított. Kerkula, Korcsula, Kurzola, ezt a nevét ismerjük leginkább talán a múltat kutató könyvekből, itt született Marco Polo. Itt zajlott a híres kurzolai csata, foglyulejtik Marco Polót, és ott ugye a börtönben a genovaiaknak tolba mondja a utazásait a Távol-Keletre, illetve Kublai-Kán udvarába. UNESCO világörökségi helyszín, a velencei védőművek. Hogy mit védtek itt a velenceiek? Hát itt az a furcsa
nagyon régi határ húzódott, hogy ettől keletre a part felé ez volt a Ragúzai köztársaság területe, míg Curzola, vagyis Korcsula pedig a Velencei köztársaság területéhez tartozott. Nagyon sietősen, rendkívül távoli helyszínekre László. Látjuk, hogy az egész szigetvilág, ez valójában 46 sziget, egyetlen egy hatalmas tengeri, tenger alatti természeti rezervátum. Sehol az Adrián, vagy sehol a földközi tenger területén nincs annyi élet a különböző polipoktól, a fűrészes sügéreken, még korallokat is lehet itt látni, mint ezen a területen. Hogy ez mire vezethető vissza? Hát talán arra, hogy szinte hihetetlen, de itt összesen 790 ember él. A 46 darab szigeten 790 ember, közülük is a fele a lakosságnak Lászlóvó hegyi városkájában. És az utolsó kirándulásunk teljes napos kirándulásról van szó. Susát szigete, Cassa volt az olasz neve eredetileg, egészen 1945-ig, vagy hivatalosan 47-ig, itt néhány tucat olasz tonhal család, tonhal vadász, halász család élt. Ennél messzebb már csak egyetlen egy sziget található az Adrián, Palagruza, de innen mondható el az, hogy ha valaki eljut Cassa, vagyis Susát szigetei, egyetlen egy dolgot fog látni, egy 1870-es években épített osztrák-magyar világító tornyot, 200 méter magasságban, hihetetlenül szép sziklás partokkal. Mára ezt kizárólag tengerészek használják, illetve azok a igen tehetős vendégek, akik olyan helyen akarnak egy-egy éjszakát, vagy kettőt-hármat eltölteni, ahonnan csak és kizárólag a nyílt tenger látszik, ráadásul óceáni mélységekkel körbevéve, na mi ide fogunk elutazni majd egy napra, méghozzá úgy, hogy a partjainál egy keveset várkodunk, két-három különböző helyszínen, és akik vállalják a sétát, hát fölsétálunk ehhez a K&K, vagyis osztrák-magyar világító toronyhoz, ami közvetlenül egy 90 fokos, rendkívül meredek, több mint 100 méter magas tengeri szikla, szálban álló szikla szakadék partján áll. Hát összefoglalva, miért Adriai Odüsszea? Mert az Adriának a legtávolabbi szigetei, ráadásul a legtávolabbi időben az ókori görög, római, vagy a középkori ragúzai, vagy velencei időben legalább annyira járunk, mint a mai időben ezen a csodaszép távoli vidéken.